Orosz területek megtámadására készül a NATO Vlagyimir Putyin szerint. Az orosz elnök évértékelőjében azt mondta, egy ilyen támadás nukleáris választ válthatna ki. Közben fokozott biztonsági intézkedések mellett eltemették Alekszej Navalnyit. A temetést több ezres demonstráció követte. Vendégünk Kaiser Ferenc. Az NK docense, biztonságpolitikai szakértő, jó estét kívánok! Szép estét! Meglepően, sokakat meglepett, sokan voltak ezen a temetésen, és kezdjük ezzel, és ugye azóta kiderült, hogy nagyon sok embert le is tartóztattak. Bátorság volt kimenni erre a temetésre, amiből aztán egy ilyen demonstráció lett? Abszolút. Ugye már a Navalnyi halála után és spontán, akár csak gyertyagyújtó megemlékezéseknél, és a hatköteles korú fiatal férfiakat kvázi rögtön vitték a seregbe, és akik ugye a rendszer ellenzéki nyilvántartása alapján kerülnek a fegyveres erőkhöz, azokat a büntető zászlóhajakba teszik be, és őket küldik az első hullámba rohamozni. Tehát gyakorlatilag kis túlzással szó szerint nem csak börtönt kockáztattak azok, akik elmentek a rendezvényre, hanem akár a halálos ítéletük is lehet, hogyha kiemelték őket a tömegből, mert nagyon sokszor a letartóztatásból már a kiképzőbázisra viszik őket, ahol ugye köztörvényes bűnözőként kezelik ezeket az embereket. És kerülnek az első vonalba. Putyin tegnap évet értékelt, erről is beszéljünk, üzent a nyugatnak. Azt üzente NATO országoknak, hogy nukleáris konfliktust kockáztatnak, ha csapatokat küldenek Ukrajnába. Emmanuel Macron mondataira utalt. Először is Macron mondatait hogyan értékeli röviden? Ezt a hét elején mondta egy konferencián. Igen, hát akart valami erőset mondani, és jól sikerült. Ugye azóta már magyarázzák, hogy ez nem feltétlenül azt jelentette, hogy az első vonalba, hanem karbantartóként, logisztikusként csendben teszem hozzá, hogy valószínűleg rengeteg NATO-s katona tartózkodik ott, ha nem is nyíltan egyenruhában, hanem úgynevezett katonai magánvállalatok szakértőiként, tehát az ukránok azt a rengeteg és főleg nagyon sokféle nyugati fegyverrendszert, amit egyszerre párhuzamosan használnak, azt jelentős nyugati támogatás nélkül nem tudnák üzemeltetni. Tehát nyilvánvaló, hogy van ilyen, ezt az oroszok eddig is tudták, csak ez eddig ilyen csendben a felek úgy voltak vele, hogy nem beszélünk róla, és akkor nincs fent a figyelem központjában, és nyilván Putyin erre reagált, annak megfelelően, amit mindenki elvárt. Hozzá kell tenni, Macron bejelentése az általános nem tetszésre talált az európai politikában. Tehát ennek mekkora esélyét látja? Semennyi. Tehát ennek szinte nulla az esély. Olyan, hogy harcoló erők, tehát akik az első vonalba mennek, lövészkatonák, harckocsizók, akár tüzérek, mennek, ugye ezt nem lehet titokban megoldani, ezek nem kicsi zöld emberkék, tehát az, hogy Oroszországban nem tudnak elszámolni pár ezer emberrel, senkit nem zavar. Nyugaton, a család, stb., a média nyilvánosság miatt nem lehet titokban nyugati alakulatokat Ukrajnába vezényelni, rögtön kiderülne, és erre nyilván Oroszország reagálna. Ugye ott itt, hogy reagálna, nukleáris konfliktusra reagálna, de nem van itt egy... Ez inkább csak egy fenyegetés. Egy fenyegetés, de van itt egy friss hír előttem, a Financial Times birtokába került egy dokumentum, miszerint Putyin konkrét parancsot adott ki, hogy mikor kell atomcsapást mérni az ellenségre, és nem tudom, hogy látta ezt a dokumentumot, ez nem sokkal most jött ki, és tulajdonképpen azt írja a Financial Times, hogy a küszöb döbbenetesen alacsony, mert ez szerint a dokumentumok szerint a parancsnokoknak akkor kell atomfegyvert bevetniük, ha a támadók második hullámát már nem tudják másképpen megállítani, mert az első csapás olyan veszteséget okozott a saját erőinek, de abban az esetben is tömegpusztító fegyvert használhatnak, ha úgy érzik, hogy ezzel a saját javukra fordíthatják egy súlyos összecsapás kimenetelét, tehát akkor valószínűleg bármikor. Mit gondol erről a dokumentumról? Ez hiteles lehet, hát vagy elképzelhetetlen? Most nagyon sokat... Hát ez a mindig. Mindig ez van, ugye nagyon sokat foglalkoztak ezzel, ugye időről időre nem is Putyin, de Medvegyev, aki ugye az orosz politikának az aktuális megmondó embere, tehát ő a rossz rendőr az orosz politikusok közül, nincs értelme. Egyrészt nagyon közel van az arcvonal Oroszországhoz, ráadásul olyan megyéken át húzódik jelenleg, amik hivatalosan Oroszország részei, tehát Oroszország a saját területén vetne be atomfegyvert, biztos egyébként, hogy Putyint ez meghatná. De sok értelme sincs, mert az orosz erőkre ugyanolyan veszélyes egy nukleáris fegyver. Lehet, hogy az ukránokra dobnák rá, de az ukránoktól 2-3 kilométerre, vagy
a peremvonalak nagyon sokszor 4-500 méterre vannak egymást, az orosz katonákat nem fogja elérni a lökés hullám meg a sugárzás. Tehát ez megint inkább egy szivárogtatás, megint inkább a NATO-nak üzenet. Nincs sok értelme, ráadásul most pláne nincs értelme, nagyon úgy néz ki, hogy az oroszok kezdeményeznek, tehát hogy az elmúlt hónapokban az orosz erők egyre jobban fokozzák a nyomást Ukrajnán, tehát most de pláne nem szükséges nekik nukleáris fegyvert bevetni. Ez valószínűleg inkább annak szól, hogy fokozzák a nyomást a nyugaton, hogy ne küldjenek több fegyvert Ukrajnának, hogy az amerikai belpolitika amúgy is jelenleg az első számú áldozata a két nagy párt vitájának, az Ukrajnának szánt támogatási csomag. Ugye azért történik, ami történik, mert nem érkeznek a lőszerek. Igen. Tehát ez a legnagyobb baj, azt hiányzik a legjobban most. Hát most a lőszer, igen, mert az oroszok eddig is emberhullámban támadtak, meg eddig is óriási hullámokban támadtak, de amíg relatíve lőszerbőség volt, addig az ukránok ezeket vérbe tudták folytani. Most olyan hírek jönnek, hogy már nem csak tüzérségi lőszerből van hiány, hanem esetenként gyalogsági lőszerből is. Most, ha nincs mivel lőni, akkor nagyon nehéz védekezni a támadókkal szemben. Még egy dolog, arról is beszélt Putyin tegnap, hogy Finnország és Svédország NATO csatlakozása új helyzetet teremtett, Oroszországnak meg kell erősíteni a nyugati katonai körzetét. Egyrészt mekkorát változott a helyzet, 2 éve még nem volt NATO tag ez a két ország, és senki nem gondolta valószínűleg, hogy NATO tag lesz, lehet, hogy Putyin sem. De én azt gondolom, hogy 2 éve már igen, hiszen túl voltunk a háborún. Közvetlen a háború megindítása előtt, a háború megindítása előtt a közvetlen kutatások szerint a svéd meg a finn lakosság döntő többségében elutasította a csatlakozást. Jó jelzi egyébként, hogy az orosz agressziótól való félelem, pedig a svédek nem is voltak orosz uralom alatt, nagyon sok háborút vívtak az oroszokkal, az utolsó jó néhányat mindig elveszítették, ugye a két nép közötti óriási erőviszony különbségek miatt. Ez nagyon kellemetlen meglepetés volt Oroszországnak, ezzel biztos nem számoltak egyébként. Arról nem is beszél, hogy ez a két ország együtt nagyon jól felszerelt haderők rendelkezik, nagyon komoly fegyver és lőszergyártása. Ugye a NAMMO, a Nordic Ammunition Company az világ egyik legnagyobb lőszergyára, tehát semlegesként eddig nem biztos, hogy adtak lőszert Ukrajnának, de már tudjuk, hogy a finnek és a svédek is rengeteg segítséget nyújtottak Ukrajnának, ez sem volt betervezve, és stratégiailag a Balti-tenger egy NATO-tó lett. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezt.